Nem engedhetjük meg, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét. A tárcavezető azt mondta, egy kicsi előrelépés sikerült elérni az Oroszország elleni újabb szankciós csomaggal kapcsolatban, ugyanakkor hangsúlyozta, mindaddig, míg az Európai Bizottság nem kínál megoldást a jelzett problémákra, addig Magyarország nem támogatja az újabb szankciókat, mivel az jelen formájában felér egy a magyar gazdaságra ledobott atombombával. A brüsszeli szankciós csomag és annak hatásai a magyar gazdaságra. Erről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök hétfő este Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Az uniós testület vezetője a közösségi oldalán írt később a találkozóról. Bejegyzésében úgy fogalmazott, a megbeszélés Orbán Viktor miniszterelnökkel segített tisztázni a szankciókkal és az energiabiztonsággal kapcsolatos kérdéseket. A múlt héten jelentette be az Európai Bizottság, hogy olajembargót akar elrendelni, vagyis megtiltaná a tagállamoknak, hogy orosz kőolajat vegyenek. A javaslat komoly feszültséget okoz az Unióban. A magyar kormány leszögezte, nem támogatja a tervet, mert atombombaként dönteni romba a magyar gazdaságot. Azt nem engedhetjük meg, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg ennek a háborúnak az árát. Szögezte le a találkozó után Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, némi előrehaladást, egy kicsi előrelépést sikerült elérni az Oroszország elleni újabb szankciós csomaggal kapcsolatban. A megbeszélésen részletesen tájékoztattuk az Európai Bizottság elnökét a Magyarországot érő hatásokról, részletesen tájékoztattuk az Európai Bizottság elnökét azokról a problémákról, amelyeket ez a szankciós csomag okozna Magyarországnak. Kértük, hogy ezeket a problémákat fontolják meg, mindaddig, amíg az Európai Bizottság nem kínál megoldást ezekre a problémákra, addig természetesen Magyarország ezt a szankciós csomagot támogatni nem tudja. Szijjártó Péter kedden Brüsszelben megerősítette, Magyarország energiaellátása ma biztos lábakon áll, garantálja az ország működését. Az Európai Bizottság javaslata viszont ezt lerombolná, ezt a kormány nem engedheti. Hangsúlyozta, Brüsszel létrehozott egy problémát. Brüsszelnek azt meg is kell oldania. És majd azután lehet arról beszélni, hogy Magyarország támogatja-e a szankciós csomagot. A magyarok döntő többsége nem támogatja a további szankciók kivetését Oroszországra. Ezt állapította meg a századvég legfrissebb felmérése. A válaszadók 89%-a úgy látja, hogy az Oroszországra kivetett gazdasági szankciók az Európai Uniónak, illetve az európai gazdaságnak is ártanak. Továbbá 71%-uk ellenzi, hogy az említett szankciók az energiahordozókra, így a földgázra és a kőolajra is kiterjedjenek. A magyarok nagy része már kezdettől fogva következetesen ellenzi az orosz kőolajra és földgázra kivetendő büntető intézkedéseket. Erről beszélt Palóc André, a kutatást végző intézet vezető elemzője az M1-en. Az emberek döntő többsége, közel háromnegyede úgy válaszol minden alkalommal, hogy nem szabad, hogy az energiahordozók veszélybe kerüljenek. Mindenki érzi, hogy a legnagyobb kockázat túl a magában abban, hogy a háborúba valamely ország, így például hazánk belesodródhatna. Abban van, hogy energiabiztonsági szempontból hogyan alakul a helyzet. Hozzátette, látszik, hogy a magyarok felmérték, energetikai szempontból kulcsfontosságú, hogyan tudja Magyarország ezt a helyzetet kezelni.